Williams Televízió. Nyugdíjas klubtagok jelentkezését várják a Vecsési Gondozási Központba. És korlátozott számban a jelzőrendszerbe is bekapcsolódhatnak még az idősek. Jelenleg jelzőrendszerben 50 férőhelyünk van, és 47-en vannak rajta. Ez azt jelenti, hogy 3 fő jelentkezését még várjuk, de bárkinek, akinek fölmerül az igény, hogy szeretne ilyet, akkor keressen fel minket bátran, hiszen az ellátotti csoport korából adódóan folyamatosan van megszűnés, cserélődés, és viszonylag hamar lehet új férőhelyhez jutni. És ez az igény, ez igaz lehet minden olyan szakfeladatunkra, ahol van hely. Az étkeztetésen is 15 férőhelyünk van üresen, de erre is szintén elmondhatom azt, mint a többi másra, hogyha igény van, mindenképpen jelezzék, és hogyha esetleg betelik a létszám, akkor viszonylag rövid, néhány hét várakozás időn belül ismét el lehet foglalni a férőhelyet. Talán ahol leginkább még várjuk az ellátottakat, az időskorúak nappali ellátása, vagy ahogy köznyelvben ismerik, az idősek klubjába várjuk az ellátottakat. Jelenleg a 40 férőhelyen 35 fő klubtagunk van. Betegség miatt azért ők is sokat hiányoznak, úgyhogy különösen most, ahogy jön a hűvös, rossz idő, és már a kedben sincs annyi elfoglaltság, nagy szeretettel várjuk azokat az időseket, akiknek talán így még hosszabbak az otthon töltött nappalok, és talán így társaságban, foglalatosságokkal jobban eltelne az idő. Sokan előítélettel vannak az ellátás iránt, és azt is gondolják, még ha a családtag is ajánlja, hogy lehetne ide jönni, hogy hú, hát engem bedugnak az öregek otthonába, azért ez nem így van. Mindenki ugyanúgy a családjába marad, a busz reggel behozza, kora délután már hazaviszi, tehát ugyanúgy a család része marad, csak pont amikor a családtagok dolgoznak, akkor ő nincs otthon egyedül, hanem társaságban van, és neki is hasznosan telik el a szabad ideje. Aki esetleg nem tudná viszont érdekelni, hogyan működik a jelzőrendszer, illetve az étkeztetés? A jelzőrendszer az jelenleg a Bodyguard Hungary Kft.-vel vagyunk szerződésben. Ő nyújtja a diszpécser központot, de a gondozónő, aki kimegy, az helyi és vecsési. Technikailag ez úgy működik, hogy azok az idős ellátottak, akik krónikus betegségben szenvednek, vagy nincs krónikus betegsége, csak teljesen egyedül van, és nincsenek családtagok a közelben, tehát fél attól, hogy esetleg betörés vagy bármi atrocitás érheti, akkor beköthet egy ilyen jelzőkészüléket, ami áll egy tápegységből, és áll egy karra helyezhető vízálló nyomógombból, amit akár a fürdésnél, zuhanyzásnál is tud viselni, és bármikor megnyomja ezt a vészjelző gombot, akkor ez a hívás befut a diszpécser központba, akik azonnal értesítenek minket, és megfelelő segítséget küldenek az ellátott részére. Milyen gyakori a téves riasztás? Ez elhanyagolható, az esetek többségében mindig indokolt, és az esetek többségében az is elmondható, hogy rendszerint elesésből adódik a riasztás, tehát az idős, ha elesik, nem nagyon tud önállóan felkelni, és rendszerint csak arra van már eleje, hogy megnyomja ezt a gombot, és akkor viszont kimegy gyorsan a kollega, és fel tudja segíteni, de jó néhány esetben van egészségügyi probléma, amikor kimegy a kollega, a ügyeletet tud hívni, akár mentőt tud hívni, hogy megfelelő ellátásban részesülhessen az idős. Ez azt feltételezi legalábbis számomra, hogy kell, hogy legyen lakás, kert, kapu kulcsa ennek a gondozónak, hogy bejuthasson egy elesett időshöz. Így van, az ellátottak, akik a jelzőrendszerben nálunk ellátásban vannak, 90%-ának van nálunk lakáskulcsa, illetve kapukulcsa. Ezt mi nem tesszük kötelezővé, de technikailag ajánljuk, hiszen ha a riasztás befut, akkor ugye nekünk előírás, hogy 30 percen belül ki kell érni, és segítséget kell tudni nyújtani. Ha a gondozónőnél ott van a kapu, illetve a lakáskulcs, ez jelentősen megkönnyíti azt, hogy ennyi időn belül bejusson a gondozónő, de ha valaki ettől idegenkedik,
akkor lehetőség van arra is, hogy egy olyan családtagot, szomszédot, ismerőst jelöljön meg, akinél a lakáskulcsa található, viszont akkor erre ügyelni kell, hogy ő a nap 24 órájában riasztható legyen. Ilyen kevés van, ezért szoktuk ajánlani, hogy akkor inkább az intézményben hagyja ezeket a kulcsokat, amiről mi átvételi elismervényt adunk, és természetesen csak kizárólag riasztás esetén használjuk. Hogyan zajlik az étkeztetés? Az étkeztetésnek háromféle módja van az intézményben. Van lehetőség helyben fogyasztásra, elvitelre, illetve kiszállításra. Ha valaki kiszállítást igényel, akkor ugye emögött van egy viszonylag szerény kiszállítási díj, de ez is nyugdíjhoz kötött. Valaki el is viheti, hogyha ezen spórolni szeretne, illetve itt helyben is elfogyaszthatja az ebédet. Hogyha valaki a 65. életévét betöltötte, akkor csak nyugdíjszelvény, személyigazolvány másolat kell hozzá, és be kell jönni természetesen a nyomtatványokat aláírni. Ha 65 évnél fiatalabb, de szociálisan rászorult, akkor is van lehetősége étkeztetést igényelni, annyi kiegészítéssel, hogy neki a házi orvostól is kell egy igazolást beszereznie. Hogy még csábítóbb legyenek a gondozási központban, még szabad helyek, milyen programokra számíthatnak idén ősszel azok, akik tagjai az idősek klubjának? Hát most ami leghamarabb következik esemény, az október 1-én az idősek világnapja lesz. Ez mindig színvonalas műsorral szokott telni, a művelődési házzal közösen karöltve szoktuk ezt szervezni, de szintén közelgő esemény a népdal koncert, ami október 8-án lesz. Erre is egy pár helyet lefoglaltunk, szeretnénk a klubtagokkal ellátogatni, de ugyanígy el szoktunk menni a művelődési házba azokra is az eseményekre, ami az időseket érdekelheti. Legyen az kiállítás, legyen az egy hangverseny. Illetve utána már nagy ütemben készülődünk a karácsonyra, a karácsonyi ünnepségre. Ilyenkor a Szociális Bizottság minden alkalommal ránk is gondol, és minden ellátottunk szokott kapni karácsonyi csomagot is. Egy nagyon szép ünnepély keretében, amit rendszerint a református óvoda gyermekei szoktak adni. Most már ugye behúzódunk a rosszabb idő miatt, úgyhogy ezért a mindennapok rendszerint kézműves foglalkozásokkal telnek, beszélgetéssel, de szoktak lenni heti rendszerességgel váltásban imaórák, református, evangélikus, illetve katolikus imaórák. Most már rendszeresítettük azt is, hogy aki nehezen mozog, egy héten a szerdai napokon ki szoktunk vinni időseket a temetőbe, és a busz vissza is hozza, megkönnyítve ezáltal, hogy nem nekik kell kigyalogolniuk. Tehát igyekszünk olyan programokat szervezni, ami nekik tetszik, a szükségleteikhez igazodik, és hasznosan kitölti a mindennapjaikat. Azért a nemek arányáról is beszéljünk egy picit. Most, ahogy így szétnézek az udvaron, csak hölgyek vannak a friss levegőn. Igen, itt leképeződik az országos átlag, hiszen az egész ország egy előregedő népesség sajnos, és ugye az arányokat tekintve országos szinten is sokkal több az idős hölgy, mint az idős úriember. Ez itt is látható a mi klubtagunkban, jelenleg 3 férfi klubtagunk van, és az összes többi hölgy. Ennek is megvan a maga előnye, hiszen mivel csak 3 férfi van, ők nagyon kiváltságosak, nagyon szeretik az idősek, mindig központban vannak, jó beszélgetések, jó kártyapartik alanyai, úgyhogy jó hangulatot is szokott ezt teremteni, tehát én azt gondolom és ajánlom, hogy ne riassza el a férfi érdeklődőket, az sem, hogy csak 3 vannak, mert ha ők is jelentkeznének, erősítenék a férfi nemek arányát, és talán még jobb hangulat lenne itt a klubban. William.